Kasztán Rezső egy valódi hős volt. Kasztán Rezső az életét tette kockára egy éven keresztül, hogy zsidókat mentsen. És Mózes óta senki annyi zsidót nem mentett, mint amennyit ő. Egy hihetetlen lélekjelenléttel rendelkező, nagyon intelligens, pökhendi, büszke, nagyon büszke volt az ő kapacitására, nem emlékszem, hogy mondják magyarul, az ő szóval, hogy kár, hogy ezt a beszélgetést nem héberül, hogy csináljuk a magyar televíziónak. Mondjuk úgy, hogy ha azt mondanák, hogy ő az én barátom, nem dicsekednék ezzel. Kasznernak mi volt élete tragédiája? Talán az, hogy életben maradt. Talán az volt a tragédiája. Mert hogyha őt is megölték volna, mint Komoly Ottót, akkor egy nemzeti hős lett volna. Kastner Rezső egy fanatikus pártpolitikus volt, aki a saját pártjának, saját meggyőződésének bizonyos elveit hihetetlen konzekvenciával végigvitte, majd ugyanennek a pártnak az áldozatává vált. Én Kastner Rezsővel nagyon szimpatizáltam, de jóba voltunk, Rezső és Rea természetesen. Ő talán nem volt, hogy mondjam, annyira abszolútan tiszta, mint az apám. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ez a meggyőződésem. Ő talán jobban tudott élni a cionizmusából. Hát apám soha egy garast nem kapott a cionista vagy a mentő munkájáért. Jó, Rezső ebből élni. Hát valamiből élnie is kellett. Ő soha, mint ügyvéd nem dolgozott. Uram, ha azt kérdezi, hogy a Kastner egy gállovag volt-e, vagy egy olyan valaki, akinek én mondjuk a lányomnak keresek egy megfelelő vőlegényt, hogy pont egy ilyet választottam volna, mint a Kastner? Nem. Kastner Rezső a világ legjobb, legdrágább embere. Egy nagy bohém és egy nagy felelőtlen valaki. Ő az életét egymilliószor kockára tette. Nem volt tekintettel se feleségre, se agyára, senkire. Minden nap, mikor ő felment a várba, minden nap elbúcsúzott. Nem nyilvános, szóval nem mutatta ki a búcsút, de búcsúzott. Tudta, hogy nem biztos, hogy élve jön vissza. Maga az a tény, hogy Kastner mert és némi sikerrel a Eichmann-nal szemben leülni és a zsidók sorsával tárgyalni, ahhoz olyan hihetetlen merészség és chucpe kellett, amit ma nem tudnak felmérni. Hát az Eichmann, ha nem értett egyet Kastnerrel, akkor kivehette volna a revolverét, és lelőhette volna Kastner, és bejött volna két német, és kivitték volna a Kastner hulláját, és senki sem tudott volna erről. Bemutattam őt Eichmannak, és akkor látom, hogy egyszerre csak összecsuklik, és nagyon ideges, és mi. És akkor, mikor kimentünk, akkor mondtam, hogy én csodálkozom rajtad, hogy így összecsuklottál. Azt mondja, hát igen, ő elkezdett cigarettázni, és akkor én ott te fogod várni, hogy ő megkínál téged egy cigarettával, akkor ha ő cigarettázik, akkor te is vedd el, és akarsz cigarettázni, vedd elő a cigarettádat, és gyújtsál rá. És erre írja aztán Eichmann a vallomásában, mondja, hogy Kastner úgy ült vele, cigarettázott. Én dr. Kastner Rezsőnek a lánya vagyok. Az egyetlen, aki annyi sok embert mentett meg ebbe a bolondházba, ami akkor Európa volt, a németektől, hogy az egész világ alig sikerült őket meggyőzni, de papa sikerült, papának sikerült.
sok-sok ezer embert mentett meg. Ő meggyőzte a németeket. És én egy nagyon büszke lánya vagyok. Szóval meg kell jegyeznem, ezt a vonatot elnevezték, nekül többféle neve van, de egyik se helytálló. Az egyik név a vonat a kiválasztott, hogy mondják, csak mondjuk, hát szemkile kiválasztottaknak, és a másik név aztán adták neki, hogy a Kastner vonat, de hát ez nem volt se a kiválasztottak vonatja, és nem volt a Kastnernak vonatja, ez volt a Vádhátszalának a munkája, és annak a vonatja. A mentőbizottságnak a munkája volt, és annak a vonatja. 40 és 41 között, 41 és 44 között nekem Kastnerre semmi kapcsolatom nem volt. A sor különös játéka révén az úgynevezett Budapesti Segély és Mentő Bizottság, ami 1942-ben jött létre, annak a vezetősége egy Brandt Joel nevű ember, és Brandt Hanzi a felesége volt, többek között, de főképpen ők vezették ezt, és Brandt Joel véletlenül a feleségemnek nagybátyja volt. Ezért fogva, családi kapcsolat révén tudtam a zsidó mentésekről, és akkor még könnyelműnek találta Brandt Joel azon cselekedetét, hogy a saját lakásába bújtatott 10-12 zsidót minden éjjel, akik Szlovákiából vagy Lengyelországból klandeszti módra menekültek át, szerzett nekik igazolványt, és Kastner ebben az időben még munkaszolgálatos volt, nem tudott ő se dolgozni. Viszont, mivel leszerelték, ha jól emlékszem, 43-ban ő is csatlakozott ehhez a mentőbizottsághoz, és akkor egy párszor találkoztam vele, mivel ő cionista zsidónak tartotta magát, én pedig teljes mértékben magyar zsidónak, nem volt közös elképzelésünk a zsidó mentésekről. Nem is tárgyaltam vele. Hős vagy áruló olasz operában van. A történelemben nincs hős vagy áruló, és ezt a magyarok akár Görgein megtanulhatták, hogy aki ma áruló, az holnap hős, etc. Kastner sem hős nem volt, sem áruló nem volt. Ismétlem, egy fanatikus pártpolitikus volt, aki ennek a pártnak az ötleteit átültette. Na most, ami a cselekedeteit illeti, ha a helyes oldalról nézzük objektíven és hidegen a dolgokat, akkor minden egyes mozdulata a német átverést szolgálta. Egy pillanatig se vitatom Kastner bátorságát, tehát, hogy ő elment és tárgyalt ezzel az Eichmannnal és még sokakkal. Minden egyes esetben, a Strasshofi vonatok esetében átverés volt. A 10 000 teherautó meséje az 1 millió zsidóért egy átverés volt, és átverés volt a Kastner vonat is, mert tulajdonképpen ezeknek az embereknek azt mondták, hogy Portugálián keresztül Palesztinába viszik őket. Ehelyett kikötöttek, valójában túszok voltak Bergen-Belsenbe. Előre megfontolt átverés volt a Joel Brandt küldetése, mert az jól nem végződhetett. Nagyon mindenki tudta, hogy 944 nyarán nem fognak ilyen tárgyalásokba bocsátkozni. De ha elutasítják, akkor ugye azt mondhatja az SS, hát látja, senki nem akarja a zsidókat, hát mit szidnak minket, nem veszi fel őket senki. Szóval Kastner Rezső ebből a szempontból áldozat volt. Hagyta magát átverni, és kizárólag az elit érdekeibe gondolkozott. Utána, miután már a vonata elment, miután már a csoportja összeszedődött, már semmi más nem érdekelte. Már semmi más nem érdekelte, csak hogy ezt a csoportot megmentse.
Na most, mivel ez egy nagyon kicsi csoport, ugye 432 ezer deportáltal szembe 1684, ez 0,32%, ha jól számoltam ki. Emiatt aztán az úgynevezett holokauszt történészek megpróbálnak még egy pár dolgot a Kastner számlájára írni. Akkor ki kit vert át? Minden egyes esetben a németek verték át Kastnert. És nem csak Kastnert, hanem a többit is átverték. Minden egyes esetben bizonyíthatóan. Ahol most állunk, a Yad Vashemben, Izraelben, Jeruzsálemben, ezek között a falak között emléket állítanak a holokauszt áldozatainak, nem csak a magyar áldozatoknak, hanem Európa holokauszt áldozatainak, és azokat a helységeket sorolják föl, ahol gettók és gyűjtőtáborok voltak, illetve ahonnan nagyobb közösségeket elszállítottak. Igyekeztek természetesen valamennyi helységet fölírni, hogyha esetleg valamilyen hibát felfedezünk, akkor azt, vagy hiányosságot, azt kérik, hogy jelezzük, és akkor föl fogják vésni ezekre a falakra. 1944. március 19-én a német megszállást követően, illetve azonnal megérkezik az Eichmann kommandó is Magyarországra. A kommandó egyik tagja Wislicenné, Dieter Wislicenné. Ő már 1942-ben a szlovákiai zsidókkal elhitette azt, hogy ha pénzt kap, akkor ezért cserében, vagy egyéb értéket kap, akkor ezért cserében a zsidókat nem fogják deportálni Szlovákiából. Ezzel a hírrel érkezett ő Magyarországra, illetve a szlovákiai zsidó vezetők a magyarországi mentőbizottságnak, tehát Kastneréknek küldtek egy levelet, amelyben ezt tudatták, hogy vért áruért akcióval megmenthetik esetleg a magyarországi zsidókat. Ez az úgynevezett, vagy más szóval mondhatjuk azt, hogy ez Európa terv volt. Gyakorlatilag ennek keretében április elején fölveszik a kapcsolatot először Wislicennével, és folytatják majd a tárgyalásokat a kommandó egyéb vezetőivel, Krumejjel, illetve Eichmannal. Ez többször fölmerült, tehát 1944. április elején elkezdenek erről tárgyolni. Az alap az, hogy 600 palesztinai bevándorlási engedély a birtokukban volt. Ezzel indítottak, illetve Wislicenné azzal indított, hogy azonnal kér 200 ezer dollárt, akkori pengő értékben 6,5 millió pengőt. Ezt össze is szedték Kastnerék, illetve a zsidó tanács vezetői, és át is adták Wislicennének. Wislicenné ez azonban gyakorlatilag azonnal elhagyja a fővárost, és elkezdi a deportálásnak a megszervezését vidéken, és ezt követően április-május-június folyamán következik az be, hogy Krumejjel és Eichmannal tárgyalnak Kastnerék. A tény az, hogy 300 hely el lett adva, és ezt az összeget két nagy kofferba, ez nem csak pénz volt, hanem értékek, brilliáns és platina és arany és részvények, és szóval különböző, amivel az emberek még rendelkeztek, és akkor én azt, mi sofőrünkkel, a Földházi Gyulával, fölvittük a Schwab-hegyre, és leadtuk a biztonsági iroda vezetőjének, Lágesznek. Úgyhogy aztán másnap Offenbach egy szakértővel fölment a Schwab-hegyre, és fölértékelték ezt a mi a két kofferban volt. Most természetes, hogy érdekük volt, hogy minél nagyobb összeget mutassanak ki, mert ez fizetés volt a transportért. És innen aztán átkerült a két koffer a Becherhez. Hozzám Kastner 44. április végén jött, nagyon formailag egy bizottság fejeként, és mivel tudta, hogy én specialista vagyok, és a hadügyminisztériumnak dolgozom egy keresztény társal, egy nagyon rendes barátommal, és előre gyártott fabarakokat készítünk, de nagy stílusban a katonaságnak, a magyar katonaságnak. Ugye mindig volt 10-15 barakunk a raktárba készen, és felkért, hogy tudok-e segíteni rajtuk, mert Eichmannnak az a feltétele
egy ilyen mentő akcióhoz, hogy egy táborra összegyűjthesse azokat a zsidókat, akiket menteni akarnak, és sorjába ebbe a táborba. Mert a kormánynak ő megígérte, és főképpen Endre László, hogy a magyar zsidókat kiviszi, és többet az országban vissza nem térhetnek. Nem mondták, hogy megöli őket. Április folyamán elkezdenek egy listát összeállítani, tehát akkor már érzik azt, hogy lehetséges, hogy egy vonatot külön el tudnak indítani, de ugyanakkor bíznak abban is, hogy hát mondhatom azt, hogy blöffel azt mondják, hogy ők a világzsidóságot képviselik, akkor talán mégiscsak sikerül az egész magyarországi zsidó közösséget megmenteni. Én úgy kerültem tulajdonképpen ebbe az egész dologba, mint Pancélos a Krédóba. Egy lista készült, és ezt a listát én készítettem el, az elsőt. Ezen 27 név volt. Tudnélik, mikor megtudtuk, hogy Kolozsvárt is kezdődik a gettóizálás, akkor kétségbe esve a feleségemmel elmentünk Brand Joel lakására, aki, mint említettem, ennek a mentőbizottságra volt a feje, és megkérdeztük, hogy Joel, nem-e tudsz valamit ebben az ügyben segíteni. Itt van egy lista, az én családom és a ti családotok, amely közös volt, és egyes barátaink, hogy nem-e tudnátok felhozni Budapest. Lényegileg ezeket a tárgyalásokat az első pillanattól fogva mindvégig a németek irányították, ezt természetesen a résztvevők részben tudták, de nem akarták maguknak is elhitetni. A németek lényegileg arra törekedtek, hogy a magyar zsidóság zömének a deportálása, túlnyomó többségének, több százezer embernek a deportálása, nagyobb feltűnés, ellenállás legyen az a magyar hatóságok, a magyar népesség, vagy a zsidók részéről ne következzen be. És ezért hajlandók voltak taktikai áldozatokra, hitegetésekre, hazugságokra, tehát kisebb-nagyobb embercsoportoknak vagyonér, nemzetközi befolyására fölkínálták az együttműködést és a megmenekülés lehetőségét. Ezt a listát, ha jól emlékszem, május elején, 44-et írunk, levitték Kolozsvárra azzal, hogy adják át Fischer Jóskának, Fischer József, aki román országgyűlési képviselő volt, és Kastnernek volt az apósa. De nem tudták hozzá eljutatni, mert éppen aznap, amikor egy SS altiszt levitte, kórházba volt. És ez által a tábor főnökéhez, Balázs Endre nevű ügyvédhez került a lista, és ottan vagy 10 napon keresztül a két tábornak a egymás elleni harca folyt, hogy kit benhagyni, kit még betenni, kit kitenni. A végeredmény az én szempontomból csak az volt, hogy ebben a listában egyetlen egy személy sem, amit én eredetileg beírtam, nem került bele, azt kivették. Összes nagybátyáim, a unokatestvéreim nem kerültek bele. Szóval ezért felelőssé tenni Kastnert, az egy nevetséges dolog. A németek céloztak arra, az itteni megszálló osztag, Eichmann osztag tagjai, hogy van lehetőség nagyobb üzletet is kötni, mint amiről szó van, tehát egyszer az úgynevezett Kastner vonat, vagy a 15 ezer alföldi zsidónak a kimentés, akár 1 millióról is tárgyalhatunk, uraim, csak kellő ellentételezés legyen, tehát vértáruért lehet kapni, 10 000 teherautóért például, és még hozzá hadianyagokért 1 millió zsidót is ki lehet akár menteni. Hát mondanom sem kell, hogy azért ez a dolog, ez egy nagy blöff volt, de minden esetre egy kísérlet volt arra nézve, hogy eltereljék a figyelmet a nagyméretű deportálásokról, az Auschwitz-Birkenau problémáiról, plusz még megosztani a szövetségeseket is, mert megígérték, hogy ezt a 10 000 teherautót teljes felszereléssel természetesen a szovjet hadsereg ellen fogják bevetni. El kell képzelni, hogyha a Kreml Sztálin fölébe jut, hogy hatott volna a szövetségesi viszonyra.
Az akció keretében Joel Brand az, aki május 17-én elhagyja az országot, Isztambulba utazik, 19-én megérkezik. Sajnos ez az akció ez nem volt igazán jól szervezett, és nem lehet igazán érteni, hogy valóban úgy gondolták-e, hogy ettől az akciótól lehet azt várni, hogy egyfelől valóban ezt az árut a szövetségesek át fogják adni Hitleréknek, vagy egyszerűen csak azt akarták, amit Brandt későbbi visszaemlékezéseiben mond, hogy a világ figyelmét föl kell tenni, fölhívni arra, hogy mi is történik Magyarországon. A tárgyalások mégiscsak elindultak, mert hát valamiféle remény volt, hogy hát ha nem 1 milliót, akkor 10 000-et, 50 000-et, 100 000-et, 500 000-et, bármit. És hát így került a képbe Joel Brand, a Budapesti Segély és Mentőbizottság egyik tagja, akit az Abwehr és később a Gestapo egyik ügynökével együtt, egy Gross Bandi nevű ügynökkel küldtek ki. Állítólag, hogy a Gross Bandi segít Joel Brandnak, de egészen másról volt szó. Ma ezt tudjuk, egyébként az illetőnek a kartonját megtaláltam még tavaly szeptemberben Moszkvában, mert ott őrizték, tehát ott is tudtak az illetőről, erről a Grossban. Nem mintha olyan jelentős figura lett volna, hanem beletartozott a játékba, hogy egymást figyelni, külön utakon is menni, és ebben benne van rivalizálása a Gestapónak, az SS-nek, akkor az Abwehr már erőteljesen meggyengült. De mégis, hogy tudomása legyen arról, hogy mi is van ez az úgynevezett Brand misszió mögött. A németek az 1 millió zsidó kiengedéséért mit kértek cserébe? Teherautót, kávét, szappant, üzemanyagot. Ezt nem kapták meg. Tehát a szövetségesek nem is voltak hajlandók tárgyalni erről a kérdésről. Brandot az isztambuli hatóságok kiutasítják, az országból nem volt vízuma, átkerül Szíriába, Szíriában a brit hatóságok részéről azonnal letartóztatják, jegyzőkönyvet vesznek ugyan föl vele, de hónapokon keresztül letartóztatásban van. Tehát a Brand akció gyakorlatilag ezzel lezárult. Aleppóba vitték szíriai határnál, és utána hosszabb fogságot, aztán kiengedték, ő különben majdnem beleőrült ebbe a dologba, mert meg volt róla győződve, hogy az ő kezében volt a megoldásnak a kulcsa. Később egy szélső radikális társasághoz, a Stern csoporthoz csatlakozott, akik úgy gondolták, hogy robbantásos merényletekkel fogják kiűzni az angolokat, de hát ez a dolog akkor se sikerült. Úgyhogy nagyon csalódottan halt meg a 60-as években. A felesége Hansi Brand élt viszont a 2000-es évekig, és ápolta a férje emlékét, illetve hát ennek az egész akciónak a feldolgozásába is részt vett. Azt mondta, hogy átverés volt a Blutfürvár reakció is. Persze, többszörös átverés volt. Többszörös átverés volt. Tehát nem is lehetett arra gondolni, hogy valahonnan 10 000 teherautót előteremtsenek, és éppen úgy nem lehetett arra gondolni, hogy valahova 1 millió zsidót kivigyenek. Tehát ez egy abszurd kérdésfeltevés volt. És ezt a legjobban az bizonyítja, hogy miközben Joel Brand Bécsbe felült a repülőgépre, közben a vonatok mentek. A vonatok minden áldott nap mentek Auschwitzba. Egyébként nekem megvan a Joel Brand angol titkosszolgálati dossziéja, és a Gross Bandié is, ugye, aki egy ilyen nagyon kétes egzisztencia volt, és aki mindenkinek mindent eladott, ha volt vevő. És a budapesti cionisták, svájci, de különösen isztambuli kapcsolatát ő építette ki. Tehát egy ellenőrzött kapcsolat volt, és egy abszurd ajánlat, ami soha nem valósulhatott volna meg. Azon kívül többszörös nyeresség, ugye, mint mondtam, ha visszautasítják, azt mondja, na tessék, hát ezek, az angoloknak se kellenek a zsidók, akkor mit szidnak minket? Lord Moyne, az angol gyarmatügyi miniszter, aki éppen Kairóba tartozkodott, azt mondta, hogy mit csináljak én 1 millió zsidóval, mire híret hozzák. Moynét 3 hónap múlva 3 zsidó terrorista meggyilkolta, emiatt a szó mondásáért. 3 fő olyan mozzanat van, amelyik Kastner nevéhez fűződik. Az első az, hogy a németekkel való tárgyalások során megállapodtak egy mintavonatnak,
egy musterzugnak az elindításában, amelyel a németek kimutatják a jó indulatukat, és amelyben kiválasztott a magyarországi zsidó hivatalos vagy nem hivatalos szervek, így a mentőbizottság által kiválasztott embereket hajlandó külföldre távozni. Eredetileg Portugáliáról volt szó, végül is több menetben a Kolumbusz utcában, az zuglói Kolumbusz utcában állítottak fel egy gyűjtőtábort, ide került az előbb említett kolozsvári csoport, és ide kerültek különböző csoportok bekerülni. Kétféleképpen lehetett, egyrészt valamilyen kapcsolat, illetve érdem alapján, a másik pedig a pénz alapján. Hozzá kell tennem, hogy a kettő nagyon gyakran összekombinálódott. A 600 palesztinai bevándorlási engedély továbbra is rendelkezésükre állt. Ebből következően ők ezt a 600 főt próbálták föltornázni, ez később lett 900-1000-1200 körülire, ennyiben sikerül megállapodniuk. Természetesen itt is az emberek életéért cserébe, itt ebben az esetben nem árut, hanem pénzt kérnek, per fő $1000 egyeznek meg. Továbbra is folynak erről a tárgyalások. Komoly Otto és Szilágyi Ernő, az a két cionista vezető, mentőbizottságnak a tagjai, illetve hát Komoly Otto az elnöke is, akik összeállítják ezt a listát, hogy kik kerülhetnek föl a vonatra. A vonatra nyilvánvalóan elf barátaik, tehát cionisták kerülnek föl, a neológ vezetés részéről javasolnak embereket, az ortodox vezetés részéről javasolnak embereket, úgy fővárosi, mint vidéki területekről is felhoznak, tehát például Szegedről, Debrecenből, Nagyváradról, Kolozsvárról érkeznek a legtöbben, majd Székesfehérvárról is még sorolhatnám a helységeket, ahonnan érkeznek úgymond kiválasztottak. De emellett természetesen a szlovákiai és lengyelországi menekült zsidók is, szintén cionista társaik, árva gyerekek kerülnek föl erre a bizonyos vonatra, az úgynevezett Kastner vonatra. És miután $1000 állapítják meg az egységárat, ezt idézőjelben mondom, nem tudják ezeket kifizetni, tehát eladnak néhány helyet lényegesen drágábban gazdag zsidóknak. Ez kb. 150 hely volt. Voltak az országban olyan gazdag emberek, vállalkozók, akik ezt meg tudták fizetni. Mondjuk a csoport demokratizmusára jellemző, hogy Kastnerék mindenkitől az összegnek a kétszeresét követelték, nem azért, amire gondolnánk, hogy egyéni meggazdagodás, hiszen állandó életveszélyben voltak, arról nem beszélve, hogy a pénz inflálódott, tehát sok értelme nem lett volna különböző pénztárgyaknak az elrejtésére, hanem azért, mert voltak olyanok, akiknek a megmentését nagyon szükségesnek tartották, legyenek azok gyerekek, több száz fiatalkor is rajta belekerült végül is ebbe a transportba, olyan közéleti személyiség, akik szegények voltak, vagy még annál is szegényebbek. Sőt, ezt kiegészítem azzal, hogy júniusban bekapcsolódik a tárgyalásokba Kurt Becher. Becher Himmlernek a közvetlen gazdasági megbízottja volt Magyarországon, és ő külön eladott helyeket körülbelül 50 embernek, családostól együtt 50 zsidónak. És végül is így áll össze június végén az a körülbelül 1600-1700 fő, akiket a Kolumbusz utcai Siketek intézetének az udvarában fölállított barakokban helyeznek el, az Aranya utcai zsinagógában, illetve a Bocskai úti zsinagógában. Június 30-án fog elindulni az a vonat, amely hát elég kalandos úton jut majd el Bergen-Belsenbe, több útirány változtatással, végül is Bécsen-Lincen keresztül fog ez a vonat megérkezni, és két részletben fogják átengedni Svájcba, tehát valóban semleges területre, és ezek az emberek valóban megmenekülnek, akik ezzel a vonattal hagyták el az országot. De az, hogy ide eljussanak, ez nagyon hosszú, nagyon kemény tárgyalásokon keresztül vezetett el idáig, hiszen július 8-án, amikor megérkeztek Bergen-Belsenbe, akkor még nem tudhatták, hogy mikor hagyhatják el ezt a tábort. A két részlet, ez úgy történt, hogy 1941. augusztus 21-én 318 fő hagyhatja el a tábort, illetve lépheti át a svájci határt, majd december 7-én fog megérkezni a második része ennek a csoportnak, ez megközelíti az 1400 főt. A úgynevezett Kastner vonatban, ami júni 30-án indult, ott tényszerűen mi volt az átverés? 1684 ember végül megmenekült. Hát az igazi nagy átverés az volt, hogy ennek az ára, a valóság eltitkolása és a deportálás nyugalma volt ennek az ára. Mert hogy ez az alkú létezett Eichmann és Kastner között,
az abszolút kétségen felüli. Az abszolút kétségen felüli. Hát tessék nekem megmagyarázni, hogy az auschwitzi jegyzőkönyvekkel a zsebébe hogy engedte el az SS Kastnert kolozsvári látogatásra, hanem tudta volna, hogy respektálni fogja az egyezményt. És mondom, ha csak az eltitkolás lett volna, nem csak az eltitkolás volt, hanem ebben benne volt az egyezményben az, hogy ő biztosítja a gettózás nyugodt lefolyását, de nekem az a meggyőződésem, ugye mindig azt szokták mondani, hogy ellenállás nem volt lehetséges. Még azt a marhaságot is hozzáteszik, hogy azért, mert a férfiak munkaszolgálaton, na és ha férfiak nem lettek volna munkaszolgálaton, akkor mi van? Akkor se lehetett volna fegyveres ellenállás. De a magyarországi helyzetben egy passzív ellenállás is lehetetlenné tette volna a deportálást. Ez a nagy bűn. Mert ez az ő bűne, vagy ő bűnük? Az ő bűnük. Az ő bűnük, azt mondták, hogy pánik ne legyen. Ne legyen pánik, ne legyen pánik. A pánik volt, a gázkamrában volt a pánik utána. Ott már lehetett pánik. A passzív ellenállás a magyarok részére is fel kellett volna, hogy merüljön. 150 ember a Sonderkommandóból nem tudta volna elvinni. Na hát jó, hogy ezt nekem eszembe juttatja, tudnilik. A másik nagy krimi ebbe az eltitkolásba az, hogy nem csak a zsidóktól titkolta el az auschwitzi protokollok tartalmát és Auschwitz valóságát, hanem a magyar közvéleménytől is. Tehát ha akkor ezt nyíltan terjesztik, akkor az én meggyőződésem szerint egy passzív ellenállás, vagy ahogy mások szeretik nevezni, pánik, igenis, nagyon sokat menthetett volna, és talán az egész deportálást meghiúsíthatta volna. Azt mondják, lelőnek egyet. Na jó, lelőnek egyet, és aztán még egyet, és aztán még egyet, és hányat összesen, és akkor mi lesz? Akkor ott lesznek a hullák? És hol vagyunk még a 430 ezer deportáltól? De hát csak háromat, négyet kell előni, és bemennek maguktól a vagomba. Arról nem vagyok meggyőződve. Arról nem vagyok meggyőződve, hogy mit csinál egy halálfélelembe még mozgásterrel rendelkező ember. Kastner nagyon sok bírálója mondja azt, hogy Kastnernek április végén zsebében volt, vagy zsebében kellett, hogy legyen az Auschwitz jegyzőkönyv. És ezt nem mondta meg a zsidóságnak. Ez egy nagyon összetett kérdés, és nem szűkíthetjük le Kastnernak a személyére. Én úgy mondom, teljes felelősséggel úgy vállalom ezt a véleményt, hogy biztos tudatában vagyok annak, hogy 42-43-ban itt a helyi vezetőség is tudta, hogy van Auschwitz, és van tömeges megsemmisítés, és tudták. Tudták, legfeljebb nem hitték el. Egyszerűen nem akarták elhinni. A kérdésnek a másik oldala pedig az volt, hogy igen, ez előfordulhat Lengyelországban, vagy előfordulhat a szlovák, vagy a román, vagy bármilyen zsidók, de a magyar zsidóságot nem. Magyar zsidóság itt van, Horthy Miklós őfőmértósága, a kormányzó úr védőernyője alatt. Magyar zsidóságban ez nem fordulhat el, ez nem történhet meg. Tehát valahol képtelenek voltak befogadni ezeket a tényeket, de én azt mondom, hogy ismerte a kör, mint ahogy a Kastnerék is ismerték. Például egy ilyen bizonyítéka ennek a Spielberg filmben szereplő Schindler, Oscar Schindler és a Schindler listája című történet. Kérem szépen, Schindler jó néhányszor azt a pénzt, amivel ott kiváltotta azt az ezernyi zsidót az SS kezéből a saját gyárába, azt innen kapta palesztin szervezeteken keresztül, és Schindler maga is járt Budapesten többször, és elmondta, hogy mi a valóság. Amikor az auschwitzi jegyzőkönyvek megérkeztek Pestre, a szlovák menekülttől, aki most halt meg nemrég, az első példány héber nyelven érkezett meg, amit egy pozsonyi, illetve egy nyitrai rabbi lefordította héberre, és úgy küldte el, hogy ne essen illetéktelen kezekbe. Zsidók magunk között héber nyelven. Tessék, tudjátok meg, ez és ez. A pesti zsidó tanácsnak egyetlen egy tagja sem tudta elolvasni és megérteni ezt a héber nyelvű szöveget, amíg elrohantak lóhalálban óbudai Freudiger Fülöphöz, aki a zsidó tanács egyetlen ortodox zsidó tagja volt, aki tudott héberül, tanult jesivában, tudott héberül, ő elolvasta, megszaggatta a ruháit, és
Jött és azt mondta, hogy uraim, tessék, ez és ez van. Ezt rögtön septében lefordították magyarra, ez volt az, ami Hortihoz elkerült, erről mondta Horthy, erről írta a könyveiben, emlékirataim a Horthy, hogy június elején, mások szerint már májusban tudott róla, ő azt írja, hogy június elején, meg voltam döbbenve, és rögtön leállítottam a deportálásokat, na most ezzel, akkor már nem volt, akkor a pesti zsidóságon kívül már mindenki deportálva volt, már nem volt mit leállítani, már Újpestről is deportáltak. Megpróbálkozott Komoly Ottó, másik cionista vezető, német megszállás után a Sip utcába elmondani a hadviseltek bizottságának, ezek az első világháborús szépen dekorált zsidó tisztek voltak, hogy kérem szépen, itt halálos veszély van, itt nagyon komoly dolog van, itt nektek is, nekünk is tenni kellene. Kidobták szó szerint, hogy rémhír terjesztő. Tehát ezeket a dolgokat kell látnunk nekünk ahhoz, hogy ezt a szituációt meg tudjuk ítélni. Tehát itt egy sokkal szélesebb dologról van szó, illetve hát a felelősségről, mert ez azért mindig utólag kezdődött el, hogy ki is a felelős az egészért. Volt, aki azt mondta a zsidó tanács, volt, aki azt mondta a rabbi, mert az biztos tudta, vagy a rabbikkal. Azt ugyanígy került be a bűnbakok közé maga Kastner is, és folytathatnánk még a sort, hogy kire. Mondok egy példát, a szegedi téglagyárba történt kiválasztás. Hát most az, és ez mesterműve volt a németeknek, igenis nem tudta az a bizottság, amikor válogatta a személyeket, hogy ki hova megy és mi lesz vele. De utólag ugye sajnos az egyik vonat Auschwitzba ment, a másik vonat Strasbourgba, az egyik vonat utasai túlélte. Ki a felelős érte? Blaske, a bécsi polgármester 1944. június elején munkaerőt kért Bécs környékére. Ennek köszönhetően Kaltenbrunner, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal vezetője Eichmann utasította arra, hogy körülbelül 12.000-15.000 embert szállítsanak át Bécsbe. Ugyanebben az időszakban Kastnerék is tárgyaltak Eichmannékkal, hogy úgymond zsidókat félre kellene tenni, és ez lesz az úgynevezett jégretevése a zsidóknak, hogy utána cserébe föl tudják ajánlani a teherautókért. Ez azt jelentette, hogy 44. június közepén megállapodnak abban, hogy 15.000 vidéki és 15.000 fővárosi zsidót át fognak szállítani Strasshof, illetve Bécs környékére. Kastnerék terve szerint ekkor még a tárgyalásoknak ebben a szakaszában éppen Győr és Komárom környékéről szállították ki napi 10-12.000 embert zsidót Auschwitz-Birkenau-ban. Tehát ők úgy gondolták, hogy innen tudnak majd átszállítani, vagy átirányítani vonatokat Strasshofba. Ez nem következett be. A következő zóna pedig a menetrend szerint, ahogy kiszállították az országból Auschwitzba az embereket, a zsidónak minősített magyar állampolgárokat, az 5. és 6. csendőrkerület egész pontosan e tekintetben Szeged környéke és Debrecen környéke volt. Tehát innen, erről a környékről kerültek ki azok a szerencsésnek mondhatók, vagy szerencsésebbnek mondhatók, akiket nem Auschwitz-Birkenau-ba, a szinte azonnali halálba szállítottak, hanem Strasshofba. Emlékszem, Pik Moritz, a bécsi pikszalámi gyárnak az igazgatója, és Löw Lipót, Löw Immanuelnek a fia, a 1849-es Löw Lipótnak az unokája. Ő, aki tábori lelkész volt Kossuthnál. Annak az unokája, szintén Löw Lipót. Ezekről emlékszem én Szegedről, más mondom, a többi hitközségekből mindegyből egy. Szeged volt a legnagyobb, többen képviselték, és mind hívták a vezetőséget a kapuhoz, és ott volt egy német tiszt, apám akkor még azt se tudta, hogy az SS-hez tartozik, és azt mondta, hogy szegedi téglagyárból 3 vonaton fogják a zsidókat kiüríteni. Az első 2 vonat az rövid útra megy, a zsidókat koncentrálják egy bizonyos területen, de az egy rövid út, ott nem fog kelleni dolgozni, tehát erre a 2 vonatra szálljanak be azok, akik munkaképtelenek. Kisgyerekek, öregek, betegek. A 3. vonat az messzebb út, hosszabb útra megy,
azoknak, akik ott azon utaznak, azoknak dolgozni kell majd, tehát oda a fiatalok vagy az egészségesebbek, azok menjenek oda. A kiválasztás, hogy hogyan történjen, hogy kik kerülhetnek ezekre a vonatokra, ezzel kapcsolatban néhány forrás fönnmaradt. Kastner egyik közeli munkatársa, Szilágyi Ernő, június 20-án küldött egy német nyelvű levelet Szegedre. Ez a levél fönn, vagy a levél nem maradt fönn, de visszaemlékezések ezzel kapcsolatban igen. Eszerint 3000 embert kellett volna kiválogatni. A visszaemlékezők azt mondják, nem tudják, hogy, vagy nem tudták, hogy miért kell kiválasztani ezeket az embereket. Úgy gondolták, hogy szerencsésebb helyzetbe kerülnek, de hogy mit jelent ez a szerencsésebb helyzet, ezt nem tudták. A válogatás lényege az az volt, hogy részben úgymond prominens vezetők, illetve munkaszolgálatosoknak a családtagjait és nagycsaládosokat válogassanak ki. Na most akkor a vezetőségnek kellett volna összeállítani a listát, hogy ki lesz a harmadik vonatban. A német tiszt 3000 ember beszélt, és hát persze nagyon nehéz volt, mert ez azt jelentette, ez a parancs azt jelentette, hogy egy családnak az anyja, aki munkaképes, az a harmadik vonatba lesz, míg viszont a gyerekei az első, egyik az első két vonatban, mert hát a csecsemők munkaképtenek voltak. Másnap ezt megváltoztatja a német SS tiszt, ezt a mondjuk azt programot, és a 3000 helyet csak 2400 főt engedélyez, és ez a 2400 fő, ő szerinte 2400 főt úgy kellene kiválogatni, hogy 12 éven aluli gyermekeket és 50 év fölötti felnőtteket. Ez mondhatjuk azt, hogy jó szándékú volt ez az SS százados, hiszen mi már utólag tudjuk azt, hogy elsősorban az ilyen életkorú embereket válogatták ki azonnal, és küldték a halálba Auschwitzban. Ellenben, amikor ez a válogatás megtörtént, és felolvasták a neveket a szegedi gyűjtőtáborban, a téglagyárban, akkor óriási pánikhangulat tört ki. Nem értették, hogy miért választják szét a családokat. Egy-két nap múlva megjelent ez a német újra, és egy táviratból felolvasott 12 családnak a nevét, úgy emlékszem, hogy 12, és amiben azt mondta, ezek a családok az utolsó, a harmadik vonatnak az utolsó vagonjába legyenek, mint parancs. Most kezdték az emberek, mert az előző utasítást, ugye, hogy miért szálljanak ide a betegek, oda az egészségesek, azt a német megindokolta. Ezt az utasítást ő nem indokolta meg, és akkor a emberek kezdtek gondolkodni, hogy mi lehet ennek az oka. És úgy látták, hogy mivel, hogy itt a vezető zsidó családokról van szó, hogy ezek túszok lesznek. Végül is Szegedről 1944. június 25-én, 27-én és 28-án indítottak vonatokat. Az első vonat 25-én indult, erre olyanok kerültek, akik nem voltak rajta ezen a listán, ez a vonat egyenesen Auschwitz-Birkenauba ment. A következő második vonat Szegedről sajátosan alakult, szintén olyanok kerültek föl erre a vonatra, akik nem voltak a listán, ellenben ehhez a vonathoz hozzácsatoltak Bácsalmásról érkező vagonokat is. Ez azt jelenti, hogy úgy bácsalmásiak, mint bajai lakosok is, természetesen zsidónak minősített állampolgárokról van szó, ezen a vonaton voltak. Ez a vonat elindult Kassa irányába, és a mai napig tulajdonképpen tisztázatlan körülmények között útközben megállították ezt a vonatot, egy részét lekapcsolták a vonatnak, tehát a fele a vonatnak körülbelül tovább ment Auschwitz-Birkenau irányába, a másik fele pedig Bécs irányába. Így tehát a szegedieknek egy része, és nem csak szegediek, hanem bajaiak, bácsalmásiak is a Strasshofi elosztótáborba kerültek. A harmadik vonat pedig, a harmadik vonatra elsősorban az úgynevezett kiválogatottak kerültek, és ez a vonat egyenesen Strasshofba ment. Utolsó vagonnal minket, én elaludtam, éjszaka folytatódott az út, egy lassú döcögés. Arra ébredtem, hogy kinyitják a vagon ajtaját, és németül lóz, tehát gyorsan leszállni a cokmókunkkal, ami volt. Szóval ott leszálltunk Budapesten, Ferencvárosi pályaudvaron, 6 óra hajnali, 5-6 óra körül, és akkor két német teherautóra kapaszkodtunk fel, és elvittek minket egy budapesti zsinagóga udvarára,
akkor azt az Aréna útnak hívták, nem tudom, hogy hívják most azt az utcát, és a kapuban, a templom udvar kapujában egy SS őrködött, és mi oda bemegyünk, és a kapu mellett mindjárt ott látja apám legjobb barátját, dr. Weiss Pált, akkori debreceni főrabit. És apám kérdi tőle, hogy Pali, mi van itt? És Weiss Pál azt mondja, hogy utazunk Palesztinába. Apám nagyon megijedt, mert értette, hogy a legjobb barátja meghibbant. Sok bajtól elveszítette a józanságát. További 3 vonat ment még az 5.-6. csendőrkerületből Strasshofba, 2 Debrecenből és 1 Szolnokról. Tudjuk azt, hogy Szolnokon hasonló jellegű válogatás történt, mint Szegeden. Hasonló körülmények között zajlott le a válogatás, illetve Debrecenből 2 vonat, onnan 5 vonat indult, 3 Auschwitz-Birkenauba és 2 Strasshofba. Itt is egy érdekesen alakuló vonat volt, hiszen Békés Csabán is gyűjtőtábor volt. Békés Csabáról 1 vonatot indítottak Auschwitz-Birkenauba, illetve néhány vagont, nem tudjuk a számát pontosan, hogy hány vagont átirányítottak Debrecenbe, és ezeket a vagonokat hozzákapcsolták az egyik debreceni vonathoz, amely Strasshofba ment. Tehát így Békéscsabai, Orosházi, Totkomlósi, tehát Békéscsaba környéki zsidóknak egy része is, mondhatjuk azt, hogy megmenekült, hiszen Strasshofba került. Tehát ezek a vonatok június végén érkeznek ki Strasshofba, körülbelül 15 ezer emberről van szó, a családok együtt maradhatnak, az idősebbek vigyáznak a gyerekekre, és az ifjabbak, itt főleg természetesen nőkről van szó, hiszen a munkaszolgálatos korú férfiakat már elvitték munkaszolgálatra, és ezek a nők mezőgazdasági munkára, Bécsben úttakarításra, különböző gyárakba lettek elosztva, és ennek megfelelően itt dolgoztak. Mondhatjuk azt, hogy többségük, 70-80%-uk megmenekült, túlélte a második világháborút. Azt mondta, hogy átverés volt a Strasshofi akció is. Teljesen. Abban mi volt az átverés? Az átverés az volt, hogy az SS parancsot kapott, hogy egy bizonyos számú zsidót küldjön gyorsan Bécsbe. Most nem akarom részletezni, ismeretes a Blaschke levele Kaltenbrunnernek. És tehát ezek a zsidók, egy bizonyos mennyiségű zsidó akkor is Strasshofba kerül, ha Kassner meg se születik. Ha egyáltalán nincs a világon. Ezt a 15 ezer, vagy mások szerint 12 ezer zsidót így is úgy is oda irányítottak volna, mert parancs volt. Hát elfelel. Ez is egy tipikus példája annak, hogy Eichmann-t rettentően túlértékelik. Eichmann-nak nem volt puvoárja egy ilyesmit megváltoztatni. Éppen úgy, hogy nem volt puvoárja megváltoztatni azt a parancsot, hogy küldjön 12 ezer zsidót ide és ide, akkor ezt mint egy SS, azt ő exekutálta, és kész. Az átverés abból állt, hogy Wislicenyi, ugye a partnere Eichmann-nak, megsukta Kassnernek, hogy lehetséges zsidókat küldeni Strasshofba, Ausztriába, még nem volt Strasshofról szó. Mire erre Kassner azonnal ráugrott, hogy ő hajlandó, előbb, ha jól emlékszem, $100 vagy mennyit ígért fejenként, azért, hogy ő mondja meg, hogy ki legyen ezekbe a transportokba. És ez nagy részben meg is történt. Kassner mi vezérelte a névsor összeállításánál? Miután 600 palesztinai bevándorlási engedélyről van szó, ami a kiindulási pontja volt a tárgyalásoknak, nyilvánvalóan elsősorban a cionista társaikat kívánták elsősorban kivinni az országból. Nem véletlen, hogy szlovák, lengyel menekültek, árvák vannak ezen a vonaton, illetve a saját családja rajta van a vonaton. Komoly Otto egyébként a listán eredetileg szerepelt, de Komoly Otto azt mondta, hogy ő nem tudna Izrael földjére lépni, ha most itt hagyná a többieket Magyarországon, tehát ő leveteti magát a listáról, de Stern Samunak, a zsidó tanács elnökének is családtagjai rajta vannak, ortodox vezetők rajta vannak. Egyébként
egyéb cionista vezetők is. De én nem ezt hangsúlyoznám, hogy vezetők vannak, hanem azt, hogy valóban embereket próbáltak menteni a maguk módján, az adott körülmények között. Nagyon szörnyű, amit most mondok, de a legnagyobb zsidómentő az az SS-nek és a német rendőrségnek az a köre volt, amelyik már a különbékére spekulált, a háború utára spekulált, és az élő zsidókat, mint egy zálogkét tekintve, többre tartotta, mint a primitív SS, vagy akár Hitlernek az elgondolását, amelyik a zsidóság totális kiirtását ihlette. Ebben, és itt kapcsolódunk vissza Kastnerhez, volt egy Kurt Alexander Becher nevű SS alezredes, Obersturmbannführer, aki már 44-től a magyar zsidóság gazdasági kifosztását irányította, például ő ütötte nyílbe a Weiss-Manfred csoportnak a vagyon ellenében Portugáliába történő távozását, itt 67 ember ment el a vagyonának hátrahagyása fejében, és Kurt Becher, mint Himmlernek a gyakorlatilag meghatalmazottja, még 44 nyarán már a Kastner csoport kapcsán is összekerült Kastnerrel, és ettől kezdve, és ez okozta majd Kastner pusztulását, Kastnerrel együtt dolgoztak, ami azt jelentette, hogy Becher alibinek használta föl Kastner, bármilyen hihetetlen, többször jártak Svájcban, tárgyaltak a svájci joint képviselőivel, különböző csere akciókról, és végül is Kastner és Becher volt az, aki 44 végén, 45 elején végigjárták a németországi ez a harmadik akció, koncentrációs táborokat, és az ott túlélőket, hogy mondjam, a őrséget úgy instruálták, hogy a túlélőket nem szabad bánt el. Ezzel együtt persze több tízezer ember pusztult el, de tényleg, ahogy mondom, Himmler már 44 augusztusában megtiltotta a magyar zsidó, budapesti zsidók deportálását. A tárgyalások a nemzetközi zsidó szervezetekkel 1944. augusztusában kezdődik el. Sally Meyer, az amerikai joint szervezetnek, nemzetközi zsidó szervezetnek a svájci képviselője volt. Ő kezdi el a tárgyalásokat augusztusban Kurt Becherrel, illetve ő folytatja a továbbiakban is. Ez a tárgyalás sorozat 1945. februárjáig el fog húzódni több részletben. A svájci határon történik többségében, a svájci és a német birodalom határán történik többségében ez a tárgyalás sorozat. Becherék, illetve maga Himmler is, a Kurt Becherék azt próbálták elérni, hogy valóban tárgyaló partnerként fogadják el őket. Nyilvánvalóan ebben az esetben már a saját szerepüket próbálták kiemelni abból az egész helyzetből, amiben voltak, vagy amiben kerültek 1944-ben. Ez valamilyen szinten sikerült, abban valószínűleg már nem hittek, hogy ezeket a bizonyos árukat meg fogják kapni. Minden esetre 1944. novemberében sikerült azt elérniük, hogy a háborús menekültügyi hivatalnak az egyik tagjával, McClellannel mégiscsak tárgyaljanak, semmit nem ígértek. Talán azt megemlíthetnénk, hogy Sally Meyer többszörösen felvetette azt, vagy problémát okozott, etikai problémát okozott neki, hogy nácikkal tárgyaljon, és ennek okán fakadt ki Kastner egyszer, hogy ők moralizáltak, mi viszont féltünk a haláltól. Nem, szerintem ő egy jó zsidó volt, asszimiláns zsidó, és ez itt egy vízválasztó, de olyan asszimiláns zsidó, aki nem a saját bőrét mentette, hanem amikor elérkezett az idő, akkor próbált menteni, próbált csinálni, nem azért, hogy Istent játssza, és nem azért, hogy hősi pózban, én nem hiszem, próbált menteni, amit sikerült, sikerült, amit nem sikerült, nem sikerült. Szerintem neki azért jár elismerés, ami sikerült, és nem azért jár megvetés, vagy az elismerésnek az ellenkezője, ami nem sikerült, mert nem sikerült. Kastnerről állítják többen, mások vitatják, hogy Kastner a háború végén, mikor a családja már Svájcban volt, még akkor is Kurt Becherrel járta a német koncentrációs táborokat, és igyekezett meggyőzni, hogy ne égessék föl, ne gyilkolják le a zsidókat, hanem adják föl a bejövő angol-amerikai vagy szovjet csapatoknak. Elfogadja, vitatja. Röhögök rajta. Tudnilik Himmler már novemberben megparancsolta, hogy állítsák le a zsidó kinyírását. És a másik, ami röhögök rajta, most képzelj el, hogy egy SS táborparancsnokhoz eljön egy zsidó, és meggyőzi valamiről. Maga ezt el tudja képzelni? De Kurt Becherrel? Hát Kurt Bechernek a szerepe pedig annyi volt, hogy minél több pénzt sajtoljon ki, minél több pénzt nem csak a nem 10 000 teherautóra, hanem a küszöbön álló menekülésre gyűjtötték a pénzt, mert 44-ben már
mindenkinek kellett tudni, hogy hogy végződik ez a háború. Az a tény, hogy valaki beszélt Eichmannnal, attól az emberek megborzongattak, hogy lehetett Eichmannnal tárgyalni. Ma az emberek megértik, hogy ez egy óriási előfeszítés volt arra, hogy megmentse a magyar zsidókat. És volt Izraelben egy színdarab Kastnerről, amely őt nagyon pozitív színben tüntette fel. És könyvek jelentek meg, amelyek egytől egyig pozitívan írnak Kastnerről. Én azt hiszem, hogy ő egy nagy zsidó hős volt. Érzek némi indulatot a hangjában. Ennek van valami különleges oka? Hát ha különleges oknak nevezi azt, hogy a közvéleményt itt becsapják, hogy miután becsaptak annyi tízezer deportáltat, utána most be akarják csapni még az utódaikat is. Hát ha ez nem kelt indulatot, de ha arra akar kiukadni, ugye, amire a neves szegedi történész próbált engem zsarolni, hogy azt írta egy cikkbe, hogy bezzek, hogyha nekem lett volna rokonom a vonaton, akkor most én kérnék emlékművet Kastnernek. Hát volt rokonom a vonaton. Hogy játszhatott Kastner Istent? Hát ő csak egy módot választhatott volna. Vagy Istent játszott, vagy lemond, vagy öngyilkosságba megy. Kastner egy különleges alkat volt. Ebben az időben ő is úgy érezte, hogy valami megszólított. Egy ilyen messiás szerep. Ez már korábban is megfigyelhető volt nála, és tulajdonképpen a későbbi életében is volt egy kitűnni vágyás. Több vagyok, mint az átlag. Ezt nem gazdasági szférába érte elő, hanem elsősorban a politikában. Egy ilyen politikus vénájú volt, és mellette megszálló cionista is, aki nagyon erősen hitt abban, hogy létre lehet hozni a zsidó államot, az önálló zsidó államot, hogy oda ki kell vinni minél több fiatalt, aki képes lesz ottan egy új erős államot fölépíteni, hogy Herzl álmát meg lehet valósítani, és így tovább. Ebben nagyon-nagyon mélyen hitt, és tulajdonképpen az eszközökben se sokat válogatott, hogy ezért ezt a célt ő szolgálja. Van egy ilyen emberfajta, aki társadalmi közszereplésre, sikerre, elismerésre vágyott, akiben volt egy bizonyos fajta lenézés is a gyengébb szellemi képességi partnereivel szemben, akik őt gátolták. Tehát a visszaemlékezések szerint egy roppant szórakoztató, sármőr, bohém típus volt, akiben azért kellő mennyiségű nagyképűség és diktátori hajlam volt. Tehát többet vállalt, mint amit meg tudott csinálni, csak azért, hogy minden tudjon és minden az ő kezében legyen. Aki egy embert megment, az a világot menti meg. Igen, és a második részét nem ismeri ennek a mondásnak? És aki pedig egyet elveszejt, az egy világot veszejt el. Így komplett a mondat. De furcsa módon mindig csak az elsőt idézik. Meggyőződés egy cionista volt, de én azt hiszem, hogy ezt egy kicsit eltúlozzák, és egy kicsit cinikusan szokták úgy kommentálni, hogy csak a cionistákat mentették, mert ezek majd milyen jó káderek lesznek a később Izraelbe. Emberekre volt szükség, nem a cionistákra, hanem zsidókra volt szükség. Eleve úgy gondolták a cionisták, hogy a háború után és a népirtás után egy olyan sok kéri az európai zsidóság maradékát, hogy ennek a többsége el fog menni Palesztinába. Tehát nem volt semmiféle értelme arra spekulálni, hogy elviszünk 50 cionistát, de elhagyunk pusztulni 500 000 embert. Ez egy kicsit ilyen torz kép. Más kérdés az, hogy természetesen a jeruzsálemi, vagy az európai, vagy amerikai cionista vezeték már arra gondolt, hogy mi lesz a háború után. De Kastneréket az embermentés irányította, nyilvánvalóan volt benne akár a rokonai, barátai, a jól fizető üzletfelei, a cionista elvtársa iránt, tehát ez lehetett egy kiválasztási szempont, de éppen az, hogy ő utána további 15 000 embert megmentett, hogy megpróbálta Becheren keresztül a budapesti gettót megmenteni, hogy Becher és Himmler, idézőjelben Himmler segítségével megpróbálta a Németországban és Lengyelországban és máshol lévő koncentrációs táborok még életben levő foglyait életben tartatni, nagy körutazást tett, állítólag SS tiszti egyenruhában 45 januárjában Németországban és Lengyelországban. Ez azt mutatja, hogy ő nem cionistákban, hanem a szabad ilyet mondani, zsidókban gondolkozott, megmentedő zsidókban, és nem csak magyar zsidókban.